Hello! Szavaztuk gyerekek, üdv a csatorn képer, jelentkezik következő game-mel, és igen, tudom, hogy egy kicsit clickbaites a cím, de én mindig bizakodó vagyok az új projektekkel kapcsolatban. Többek között azért is, mert meg kell nekik adni az esélyt, mivel srácok, akik már ugye bejáratott címekkel űzik az ipart például Steamen, mint például Seven Days to Die vagy Rust, azokkal ugye elég nehéz felvenni a versenyt az új csapatoknak, és én mindig bizakodó vagyok, hogy igen, ki fog nőni még több új, érdekes cím Steamen és mindenféle, hol? Mindenféle platformon. Figyeljetek, a következő, ez egy ilyen ingyenesen letölthető demo Steamen, ami hát még kezdeti stádiumban van, viszont elég ígéretesnek tűnik, néztem róla egy-két screenshotot, meg néhány ilyen, hát egy ilyen kis rövidebb videót, és arra gondoltam, hogy mindenképpen ki kéne próbálnunk. Gyorsan megnézem itt a beállításokat, amik elvileg szerintem így jól vannak, jót érzek, várjatok. Igen, teljes képernyő 1920x1080, látószög, elég ilyen minimalista még a menü, de hát teljesen jó. Ó, van hangbeállítás, várjatok, fő hangerőt egy enyhén lejjebb vettem, jó. Van bemeneti hangerő, ezek szerint egyébként igen. Van több játékos már most a játékban. Szóval lehet már úgyis vörötni neki, mint az őrület. Az már egy tök jó szerintem. És van, nézzétek, van beszéd is. Szóval van voice chat is a játékban, ez tök dicséretes, tök tetszik. Na, viszont akkor vágjunk bele szerintem a New Game-be, ezt megnézzük, hogy mégis miről van szó. Elvileg valami kraftolós, posztapokaliptikus, zombis túlélő játék. New Game. Ó, több játékos, no, bázis sebzés. Sebezhetik a zombik, vagy más játékosok a bázisodat. Yes, egyelőre, ugye, mert nem szinglőben vagyunk. Ezt meg nem tudom, hogy mi akar lenni, mert itt... igen, egy ilyen hevenyészet magyar. Ó, van itt minden is bájtás. Figyelj, Permadeath, Iron Man, zombik, hogy zombik csak fejlődéstől halnak. Az tök érdekes, mert igazából ugye több filmben is ilyen koncepció, hogy a zombikat csak úgy lehet megölni, hogy szétdurrantod az agyát, ugye, akkor semmisülnek meg, úgymond, mert amúgy is halottak, szóval hiába lövöd le a kezét, meg bármilyet, ha egyszer csak az agyát tudod ugye roncsolni kell. Sebzés szózott utcáit, ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, hogy ilyen jó kis izék, ilyen bájtások vannak, szerintem adjuk defaulton. Oh! És azt hiszem, hogy egész jól néz ki a játék, hát remélem, hogy jól is fog futni, mivel ugye azért ezeknek az ilyen nagyon korai hozzáférésű játékoknak problémája szokott lenni, hogy nem túl jól vannak optimalizálva. Van ilyen tipp is. Hogyha túl sokat eszünk, akkor valami történik velünk, hogy lehet, hogy túl sokat se szabadna. Van izé is, figyeljetek, van semleges nemű, beszarsz neki. Van nő, van férfi, van random izé, random generálás, de most egyelőre nézzük meg, hogy miket lehet. Következő, várjál, mit kell, nevet. Hú, ez egyébként már most tök jó, 0.1-es verzió számmal van, azt hiszem, szóval nem valami fejlett még. Bőrszint is lehet állítani, azt az, igen, ez jobb barna volt. Bőrszint is lehet állítani, haj, típusokat is tudunk állítani, egy csomót. Hoppá, mondjuk ez elég kemény. Ez ilyen rozsomák. Ja, most itt elég hülyén, de viszont lehet forgatni, és nagy bajusz, figyeld, tök jó. Kicsi bajusz, hát az elég furcsa a pajesz. És hogy tudom kikapcsolni, mert most az nincsen például, hogy egyáltalán nincs semmi. Figyeled? Ha egyszer kiválasztottad végig, akkor már mindenképp köll egyet választanod. Hát akkor legyen ez a kicsi bajusz. Hajszín az legyen mindig fökötő, legyen kopaszok, jó? De érdekes, hogy most ezt nem tudom ezt visszaválasztani, de jól van. Ilyen izénk van, ilyen szakmunkás bajszunk van. Arc, mindent is tudsz, oda nézd. Van lokkolva vannak, basszus még. Why? Ja, nincs lokkolva, hanem le tudod lokkolni, na, azt akartam mondani. Ez viszont tök jó, ez tök jó. Ó. És ezt tudod izélni, és le tudod, ki tudod menteni fejbe, ahogy látom. És ezt ugye, hogyha esetleg új karaktert akarsz csinálni, és ugyanolyat akarsz, akkor le tudod. Ez nagyon jó, ez nagyon jó. Véletlenszerű arc. Nagyon, ez tetszik. Fú, ez jó, gyerekek. Ó. Tessúj. És ilyen kövér játékos nagyon régen lehetett azt a betyárt csinálni, hallod? Ez marha jó. És mennyire vagyunk öregek? Ez mi ez? Öregedés. És így megvan lógva, mert... ez nagyon megvan csinálva, ez tetszik, gyerekek.
Ugye? Ezzel azért az, ez nem rossz, de most egyelőre legyünk ilyenek szerintem. És ezt ja, el lehet menteni. Opa, 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 statisztika, és itt egyből beugrott ilyen Project Zomboid nevű játékszerű dolog. Amíg vannak olyanok, amik nincsenek megvalósítva, viszont van egy csomó jó. Immunrendszer erőssége, javítás, csomó mindent tudsz adni fegyver, jártasságúra, fölfegyverek kezelésében. Legyen az egyet, és mi legyen még gyerekek? Agilitás, legyen agilitás, igazából fogalmam is. Járművek lopásában, szóval vannak járművek is gyerekek, marha jó. És legyen immunitás, jó, aztán akkor így elosztottuk, hármat lehetett elosztani. Oké. Okay. Mihez foglalkozást is tudunk választani, ami módosítókat ad. Figyeld! Barátkozó természet, kereskedés, eladó, építőipari munkás. Ugye lehet építkezni is elvileg, erdőr, futár. Vezetés jobb, az agilitás jobb. Figyeljetek, ilyen DL futár tudsz lenni, vagy ilyen GLS futár. Agilitás, erő és dobás. Legyünk. És olyan és változik hozzá a ruha is. Hát ez nagyon jó. Futár gyerekek, azok leszünk. Hát egy csufordárok vagyunk. Nem tudom, hogy sikerült ezt összehoznom. Gondnok, játékfejlesztő, kézműves, politikus, plusz 25% barátkozás, rendőr. Legyen a rendőr, legyünk rendőrök, ez tök állat. Mi a fa? Egyéniség. Egyéniség, hogy milyen egyéniségünk van, otthon ülő. A főtételek fogyasztása stresszt okoz. Gyors ételnek nincs negatív hatása, de jó. Cukorbeteg, inzulin hiányunk van, nomád, alvajáró. Az igen, alvás közben esélyed van arra, hogy egy véletlenszerű ágyban ébredj, ha az alvajáró. Az nagyon kemény, nem, hogy jó alszol egyet, és random elteleportálsz valahova, vagy mi? Mogyoró allergia. Ó, figyelj, van egy olyan nomád akkor, meg olyan helyre spónol, ami ilyen, hát nomád környezetbe illik. Ez tök jó. Elektromos túlérzékenység. Legyen az, jó, nem akarok olyan nagyon szart csinálni. Mi ez? Válasz ki, hol szeretnéd kezdeni a karaktered a Wayne világában. Redford, New York, vagy pedig Sananak, New York. A Redford egy kicsi, lazán összekapcsolt vidéki falucska néhány kisvállalkozással és többnyire családi házzal. Az apokalipszis előtt nem voltak itt sokan, most pedig sokkal kevesebben. Van egy másik, ami egy talán egy nagyobb város. Ú, akkor legyen az első, meg lehet, hogy kipróbáljuk. De mondjuk ez lehet, hogy egyben van a kettő, csak ugye a spawn pontunk lesz más. Hú, gyerekek, ez már most engem nagyon érdekel, ez több brutál jól össze van ragva. Igaz, hogy valami... Oh, mi az? Gumibotunk van. Hopp, várjál, szerintem még töltődünk. Nincs egy FPS kijelzésünk. Nem tudom, várjál. Nyom F10-et a súgó menü ennyitásához. F10, intro, basic, combat, inventory, looting. Ezt jó lenne egyébként megnézni. Jó, hát igazából, hogyha valamit nem tudunk, akkor kellene. 11 fajta item kategória van, és képet is tudsz róla nézni. Aaaaaaah! Kivisz Steamre. Na, hát erre nem számítottam. Jaj, jó van, oké, nem nézünk arról akkor semmit. Oké, agilitás 25, jó. Mit tudunk csinálni? Figyelj, állólámpa, megsemmisít, ez egy nehéz vágóeszközre sűk. Gyerekek, itt mindent oda nézé, megsemmisít, mozgat. Általános könyvhalmaz, megsemmisít, mozgatás, és ez hogy kell? Várjál. Aha! Úgy is oda tudod rakni, bazze. Hallod, de tudod rendezni a dolgokat, ez tök jó, ez tetszik már most. Mozgatni tudjuk, mindent is tudom mozgatni. Ezt nem tudjuk mozgatni, mert ez ilyen rohadt nehéz. Keresés viszont tudunk. Afecsába, gyerekek. Ezek vannak nálunk? Itt van a leltárunk. Gyerekek, ez ilyen nagyon Project Zomboid, nem? És hogy felvenni az összes felvétel? Ha, oké. Okay. Keresés. És a H-val felvesszük. Viszünk mindent is egyelőre, jó? És van...
Van macskakaja bőven. Ezeket most fölvettem biztos, ugye? Föl. Jó. Ez a mi házunk? Vajon? Gyerekek, körül kell nézni. Várj, volt valami egyes gombom valami. Aha. Egy ilyen... Gyerekek, szerintem azért van nálunk egy vipera, mert ugye rendőrök vagyunk. Hú, kitört az üveg. Na, ez egy jó dolog. Ajtó kinyit, kopogás, zár. Figyelj, kopogás. Tudsz kopogni, be tud zárni. Ah, a gyerekek, ez nem néz ki rosszul, öcsém. Megvizsgál, figyelj, szagol. Olyan szaga, mint a földgáznak. Nem hiszed el? De ez kurva jó. Ott van benne, hogy mennyi ízé van benne. Mennyi, 7400 liter. Millilitert ír. Ott van, hogy mennyi földgáz van. Ez olyan élem, ki lett. De nem néz ki rosszul, nem gyerekek? Hát lehet, hogy egy kicsit túl vagyunk húzva grafikailag, már egy kicsit furcsa. Viszont ez, hogy mindent lehet mutatni, ez nagyon jó. Most pihetek, egy kicsit inkább körül akarok nézni, hogy milyen ez a világ. Azt maximum csinálunk még egy újrakezdést. Figyelj, ez mit lehet? Lök, kinyit. Ja, külön motorháztető. Ott van, hogy akkumulátor milyen állapotban van, meg minden. Szerintem ezt az autót már kapásból lehetne is vezetni. Ott van a motorolaj, minden, hallod? Ezt én rájöttem, hogy ez Project Zomboid. Kinyit. Ez nem Seven Days to Die, ez egy FPS nézetű Project Zomboid. Hát ez nagyon az. És van be multiplayer. Gyerekek, is van multiplayer, és ráadásul free demo. Úgyhogy gyorsan szedjétek, hallod? Ott van chill, cool. Mi az? Milyen? Hány óra van? Ott egy zombi. Ott is egy zombi. Hallod, itt körül kéne nézni. Figyelj, zár. Megsemmisít. Igen, ugye a megsemmisítesz kell valami. Gondolom, hogyha megsemmisítesz. Kenyelszelet. Oké. Okay. Ha megsemmisítesz, akkor gondolom alapanyagot nyersz ki. És ugye van építkezés is. Az is egy érdekes lehet. De tök mindent lehet itt matatni. És konkrétan macska. Macska nyekerget. Rohadt kíváncsi vagyok, hogy ezek a... Mennyire ez nehéz a zombi téma. Aha, jobb gombbal védekezünk. Azt a betya, hallod? Nem lesz jó. Nem szeretem ezeket a kúszó zombikat, nézzünk egy ilyet. Nem tudom, mennyire kell közel menni, az nagyon fura. Nincs valami más fegyóm? Ezek jó bírek, nincs staminám, vagy valami csoda? Szerintem egyébként vérzünk, ott van, ott mutatja, hogy hány százalékos vérzés van. Oké, ez megmurdált. Ki át lehet kutatni, várjál. Ha, ez jó. Volt, a ruháját le lehet szedni, azt a betyát. Hallod, ez tök jó. Várjál, elnézek erre, hogy itt mi van. Mi folyik itt gyöngyösör? Van mapunk egyébként? Van mapunk. Ez nem is kicsi. Ez nem is kicsi ez a terület, hallod? És tök jó, mert a zombik nem mennek olyan gyorsan. Ez konkrétan egy belső nézetes Project Zomboid. Ez az. Ez, gyerekek, ez az. Írja, hogy fejszét használják meg ezt a maszt. Egyébként ott írja, hogy alapanyagot nyerek, látod? Van ott olyan, hogy alapanyag nyerés. Oké. Okay. Ízét kéne, aha, itt vannak a ruhák, itt vannak, hogy mi van nálunk. Rendőrségi gumibot, várják, külön lehet kategorizálni, ez tetsz full, hogy ugyanaz. Ruhák, bőrcipő. Itt van kaja. Papírhulladék. Dollár és kulcsok. Jó, hát ez konkrétan az. Ez az, gyerekek. És ez nem az én házam, ugye? Ez egy másik ház. Hú, hát ezt meg kellene nézni. Hú, egyébként egy ilyen lett... nem tudok betelni vele. Nekem ez nagyon tetszik. Szarrá tudod dutolni magad. Meg szerintem nem lesz olyan könnyű ez a dolog. Jó, csak most... most nagyon rá akarok függeni itt a keresésre. Tudjátok, mi lenne jó? Van jó V-pont találni, bár azt nem tudom, onnan tudnék alakítani. Figyelj még a izét.
tudod kapcsolni, ki, meg bekapcsolni a biztosítékot. Hú, hát itt egy kicsit ramazuri volt mi. Nem tudom, hogy fegyült, azt honnan tudnék szerelni. Állathordozó, hallod? És el tudsz pak... Mi volt ez? Stresszes. Na, stresszesek vagyunk, gyerekek. Fadd meg! Azt akartam mondani, hogy... már mindjárt meg is halunk. Azt akartam, pánik, hallod? Ilyen pánik, meg stressz, meg minden is van ott úr. Meg vérzünk már megint. Hú. És szerintem azért volt itt stresszes a csávó már a labba, mert ilyen félt, parázott. Meg kell nézni, hogy nincsen valami, valami kaja, vagy valamit, amit forró szósz van benne. Nem tudom mit, kenyér szelet, megegyük? Hunger Station-t ad egyébként csak. Elfogyaszt. Mindjárt megnézzük ezeket, az egészségügy. Aha, itt van, hogy mennyire vagyunk éhesek. Ennek kell a túlélés, a stressz. Az apokalipszis meghozza áldozatait. Figyelj, a cannabis, itt van, hogy mire a cannabis, mármint ha füvet szívsz, antidepresszáns, valamilyen antidepresszáns, sör. Az is le tudja vinni, a vodka is le tudja vinni, meg a cigi is le tudja vinni. Itt vannak egyébként, hogy mik jók. Meg kicsi szomjasak vagyunk. Hát ez olyan beteg jó, hallod? Mármint így látom rajta is. Tök jó, figyeld, meg tudsz nizsgálni minden tárgyat. Hoppá, én itt látom, hogy ebből lesz valami, gyerekek. Figyeljétek meg, hogy ez ebből lesz valami. Ebből lesz valami. Mi ez? Letesz, ivás, kiürít, szagol. Olyan az illető, mint a levesnek. Jó. Ígyuk meg akkor. Itt a folyadékba. Ígyunk meg. Ja, itt van, hogy mennyi van benne, ugye? Konkrétan most megittuk. Összeomlanak. Összeomlanak. Olyan van nekünk most az egészségügynél. Ugye nagyon le vagyunk kizőve. Van elvileg egy sörös üvegünk. Ígyunk már egyet. És ez elvileg ez jót tesz ahhoz. De az durva, hogy ez nő fölfele. És ennek csökkennie kéne, de nem csökken. Hallod? Hallod, benne a házba íze csak. Benne a házba. Most is bazd, folyamatosan íze. Be vagyunk parázva, de mi fasztól vagyunk beparázva? 90%, hallod? Lehet, hogyha zombi van a közelben, akkor ez nem nagyon örül. Ezeket át kellene vizsgálni. Jó, jól lakottak vagyunk, minden megvan. Sörös üveg. Jung még. Oké, és ezek ugye üresek, és ezben ugye tartasz dolgokat. Jó, meg és ilyenkor meg részegek leszünk. Gondolom a koordináció meg minden az nem nagyon, nem nagyon javul ettől. Hát ez egyébként ez beteg jó. De hogy ennyire le vagyunk amortizálódva, és egyébként mutatja, hogy van-e nálad olyan, amitől jobb lesz. Vizet kell innunk a túléléshez. Jó. Semmi gond. Ja, meg lehet, hogy éjszaka van, azt sem nagyon tetszik neki. Jó egyébként. Kíváncsi lennék az autóvezetésre. Állatorvosi klinika. Várjál, vezetőülés, beszáll. Oké, el tudjuk ezt indítani, vagy nem? Gyújtás. Nincs kulcs a gyújtásba. Egyébként ez rohadtul jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Jó, figyeljetek, szerintem haza kéne menni. Nézd meg. 99%, ez parázik, baze. Ez parázik. Szét van csúszva az emberünk, hallod? 90% lehet, hogyha 100%-ra elér, akkor lesz itt probléma. Jó, fáradtak is vagyunk, az egyefenne nem baj, hogy fáradtak vagyunk. Itt lakunk? Itt lakunk, ugye? Itt laktunk. Jó. Hát legalábbis innen spawnoltuk, itt kezdtük. Talán itt egy kicsit nyugodtabban lesz. Kéne kapcsolni valami lámpát, vagy ilyesmi. Nem tudok fölkapcsolni? Álló lámpa. Vagy van egyébként elektromosság itt? Meg kell keresnünk a... Tudjátok, hogy mit. Lehet, hogy a biztosíték le van kapcsolva. Várjál? Ó, nem. Van áram. Ó, van áram. Szerintem nem tesz jót nekünk, hogy sötétbe vagyunk.
kicsit fölkapcsolom, meg lehet, hogy be kell tenni az ajtókat. Elvileg ugye tudnak robbolni az ellenségek. Na így most egy kicsit barátibb, de még mindig izé összeomlanak van. Tehát nem vagyunk, nem érezzük magunkat túl jól. Hát lehet, hogy folyamat lutolás kellene. Ez érdekes. Hopsz, itt van a izé. Itt van az épület biztosíték doboza. Fali kép, oké. Okay. Ki lehet nyitni még az ablakot is. Körülnézünk mindenhol. Mosókonyha. Kíváncsiskorok gyerekek. De egyébként, tudjátok mi nem tetszik ebbe a játékba? Az FUE az nagyon szar. Úgyhogy ezt a látószöget azt én így, nem tudom, hogy felrakom egy 97-re, azt meglátjuk, jó? Sokkal jobb, hogyha többet látszna. Reméljük nem fagytunk ki. Aha. Így már jobb, ugye jobb, szélesebb a látótered, jobban belátod a környéket. Ülés, le lehet ülni, bazza, lehet vécézni. De ezt én nem értem, hogy miért vagyunk ennyire ilyen összeomlanak témába. Tudunk aludni? Tudunk aludni. Oké, megnézzük még itt a dolgokat, hogy miket lehet itt karakter. Igen, rendőr. Elektromágneses túlérzékenység. Elektronika közelébe lenni lelki kényelmetlenséget okoz. Hát akkor rosszul választott a gyerekek. Akkor azért érzi magát lelkileg kényelmetlenül, mert bármilyen elektromos dolog van a közelben. Az mondjuk nem baráti, nem srácok. De az nagyon brutál, hogy így bármit át tudsz mozgatni. Tehát ha akarod, akkor átrendezheted a kecót. És ez nekem böszmére tetszik. Figyeld, ha akarod, akkor így lerakod mondjuk ide. És akkor tök jó. És ugye le is tudsz ülni. És akkor fáradtság megy le, ne szórakozzál, oda néz. Láttad? Nagyon jó. Hát itt át kell mindent böngészni, aztán akkor majd kiderülnek ám itt a dolgok. Ez mi? Ja, friss dolgok. Aha. És ebből elvileg majd lehet craftolni. Dollár. És tök jó, mert meg is tudod nézni tényleg, hogy mi az. Egyébként itt egy zombi valami hörög. Lehet, hogy kéne ennem, bár nem tudom, hogy muszáj-e. Igen, jó. A vezetésünk is jó emiatt, mivel... Egyébként lőtt egy szintet az agilitásunk, mivel ugye használtuk azt a skillt, mármint ugye gyakorlatilag futottunk. Ugye 25 volt, mivel rendőrök vagyunk, meg ugye 5 volt a vezetés, meg azt hiszem, hogy még valamit adott. A gyűjtögetés az 0, ugye mert közben gyűjtögettünk. Fegyverkezelés 35 kapásból a rendőr miatt. Igen, itt van a statisztika, itt meg az egészségügy. Hát ezzel szerintem ez amiatt van, mert ez nagyon szar perket választottam. És ezt júzolhatnánk, hogyha lenne, de igazából annak érzékeli. Figyelj, csak az a baj, hogy ez üres. Ezek üresek. Hát érdekes, hogy itt... Na. Nem tudom, hogy mit akar. Aha, és oda ledobta, jó volt, ez frankó. De vagy fasz? Mi volt ez? Alig tudtam megmozdulni. Megsemmisít? Ez csak az van. Hú, gyerekek, komolyan nem tudom, mit csináljak. Jól táplált vagyunk, viszont igen. Lehet, hogy kellene egy kicsit kalandba menni. Meg egy, várjátok, az F10-et nézzük már át, hogy mik vannak itt. Vehicles. Csak az a baj, nincsen kulcs, de lehet, hogy a miénkhez lenne kulcs. Multiplayer. Crafting. Aha, ezért kell valami workbench is. Hű, bore. Szuper, nagyon jó, örülök neki. Meg kell nézni ezt a járművet, ami kint van nekünk. Ezt tudjuk aztán, ó, tök jó fut. Ott a zombi. Egyébként ez tényleg Project Zomboid. Vagy Zombide, vagy hogy nevezik. Igen, és volt gyerekek, volt. Oké, okay. És akkor el tudunk vele indulni, tök jó, 3 mérfölddel megyünk. 1%-on van a tartályunk, hát az nem túl sok. Külső nézet esetleg? Lehet, hogy nincs, de nem is baj.
Szóval átgázoltuk azon a zombin. Aha. Kicsit körülnélek, jó? Ameddig bírja a tartályunk, hogy mik vannak itt. Kíváncsi lennék a másik városra, vagy pedig városrészre. Ezek szerint akkor lehet, hogy ez külön város. Ha, és ez mit jelez? Az állatorvosi klinika. Ja, amiket felfedezel, akkor azokat megmárkolgatja. Ez tök jó. Hát mindjárt fog fogyni az üzemanyagunk. Éjszaka lehet, hogy nem a legbarátibb volt elindulnunk. De úgyis most ez egy teszt. És megírjátok. Ah. Ja, nem gondoltam, hogy van normális fizika. Ez nagyon brutál. Ez egy jó játék, én úgy érzem. Itt van egy épület, ezt lehet, hogy meg kéne sosolnom. Úgy látszik, hogy az a stresszelés, akkor az ilyen konstans ennél csávolnál. Várjátok, kézifék. Ez az. Gyújtás kikapcsol. Lámpát hagyjuk, bár valószínűleg, hogy a... Na, ott egy autó, meg valami nagyobb. Itt elvileg boltok is vannak, meg ilyen kereskedések, ugye olvastuk. Jó, ne! Ó, betyár úristen, fáradt, megint izé van. Minden bajunk van. Hoppa. Ez valami vendéglátó ipari egység. És ott van egy ilyen furgon, de jól néz ki. Jaj, ne. Valaki zombi fut. Ki kéne próbálni, hogy... Aha, üt valamit. Kíváncsi, hogy hogy fog bejönni, mert üti a falat. Vagy az ajtót, vagy bármi is legyen az. Hú, egyébként ez nagyon parás. Ó, van zseblámpánk. Ez jó. Ez jó. És itt is bármit át tudunk mozgatni. Az tök jó, mert tudsz ilyen barikárokat. Mi a fasz ez? Meg így hátra van csomva a feje, apám. Ja, hát a fight az nem a legbarátibb. Vezérlők használata. Forrás módosítása. Videó lejátszót is tudsz használni. Tök jó. Nézzük a... Oké. Szüneteltetés, lejátszás. Lemez kiadása, lemez bejegyzése. Akkor lehet izét is még képzelni. Mi az? Ugye megette vette az ászlótól. Ilyen DVD lejátszót szörözni. Várjátok, én lekapcsolom, nagyon para ez a hang. És ez nem az volt. Arról beszélnek, hogy valami fertőzött egyének vannak, meg ilyesmi. Ez kurva jó egyébként. Tök jó ez a játék. Mindig azon gondolkoztam, hogy több izé Project Zombaidoznék, vagy Zombaidoznék, nem tudom pont hogy ejtik. De nekem az nem tetszett, hogy ilyen izometrikus. De mi a itt van valami, itt is egy tévé. Jó, 27-es van az agilitásom. Bankautomata, áram alatt van. Nagyon örülök neki. Még egyébként ennyirevel kapcsolhatok lámpát is. Tök jó, hogy van még világítás. Akkor ez szerintem így a zombi apokalipszis után nem sokkal, ugye, történik. Valahogy egyébként ott kint vannak zombik, hallom őket. Kicsit megszárítod magad, beszarok neki, hogy minden el lehet interaktálni, gyerekek, ez nagyon jó. Fogkrém, kocsi kulcs! Le, jó! Ezt, és a kocsi kulcsot szerintem megszereztük, várjál, ezt el kéne raknom egyébként. Mi ez a zene? A kocsi kulcsot megszereztük, szerintem ott kint a furgoné. Meg ugye ki lehet nyerni az üzemanyagot is, ha akarod. Mi ez a zene, bazd? Nagyon brutál. Igen.
Kulcs behelyezése. Aha. Jó, elindult. Tele van 63%, hallod? Ez tele van üzemanyaggal. Ez jó, kellene nekünk. Tompitott. Hú! Basz, besza! Besza, behú! Menjünk ide. Ezen pár részt kell játszanunk szerintem. Kár, hogy még csak demo, de ingyenes rácnak, ingyenes demo van. De mindenképpen húzzátok ezerrel le. Steamen. Nem tök jó. Mik vannak itt? Rendőrség! Rendőrség! Lehet járatni a motor. Hol a kézifék ebbe a kotlába? Nem tudom, de mondjuk nem is kell. Aha. És rendőrautó. Még lehet, hogy aludni kellene volna egyet, azt akkor így jobban éreznék magunkat. Ez konkrétan egy rendőrség. Ilyen country house, vagy minek van nevezve. Mi az? Zárva van! Zár feltörése. Ah, nem lehet. Kopogás. Kopogok. Vagy egy kicsit barátibb, nem? Látok ezt... Ezt nem lehet betörni. Ah, nem lehet bejutni be azzal. Talán kintről igen. Pán. Tuti, hogy van. Várjátok, nézzük meg a rendőrautót. Nem hiszem el, hogy nincsen izé. Fegyver. Nincs fegyver benne. Jó néz ki a grafika. Tök jó. Van neki egy ilyen nagyon baljós hangulata. Meg főleg akkor, hogyha sötétbe vagy, és ilyen zajos lesz a kép, nézzétek. Hogy ilyen, olyan ilyen szemcsés, mint amikor... Ó, itt be lehet jutni. Ez az. Nagyon jó. Valami villanykapcsolónak tudnék örülni, ez az. Megvan. Oké. Okay. Úgy gyerekek, egy kicsit FPS dropunk van. Oké, ezt bezárjuk. Tök jó, be lehetne rendezkedni valami kis házba, nem? És ez zárva van, ez a helyiség. Innen is bezárva... Ja nem, ez ugyanaz? Nem ugyanaz. Nem bozzánk szem... Vagy ugyanaz? Lehet, hogy ugyanaz. Érdekes, hogy az egy ajtó zárva van, de lehet, hogy van ott egy ilyen középső. Egyébként van egy csomó épület, arra lehetne lutolni magad. Ott meg van valami bevásárlóközpont, vagy mi lehet. Mert ugye egy csomó autó van előtte, de tényleg egy csomó. Ez nem rossz. Ez nem rossz a kur... Szar ez a... Megmondom őszintén, ez a fight rendszer. Ez böszme rosszul van megoldva. De... Nem lehet lopakodni? De lehet, jó? Jó, most már rám futott. Azért az milyen kemény perk, hogy tudsz olyan... Tudsz olyan képességet megadni magadnak, hogy alvajáró. És akkor ilyen random ébredsz fel. Fájdalom 15%, hát vannak problémáink, gyerekek. Egyébként itt ilyen jó nagy épületek vannak, meg itt ez nem tudom, hogy mi akar lenni, ezt gondolom, ami bevásárlóközpont-szerű. De ugrani meg nagyon nem akar a karakterem. Meg szerintem hajnalodik. Hát itt össze lehet utolni, gyerekek, a izaiket, a kocsikat. Fegyvert keresnék, lőfegyvert. Ja, ugye ez egy autószalon. Egy használt autókereskedés. Azért van itt ilyen sok autó. És hogy... mi a franc az? De jó. De semmi nincs bennük. Itt elég sokfajta autómárka van, azt nézem. Tök jó, ez is jól megvan csinálva. Szuper, nekem ez tetszik az a játék, srácok. Ott meg szerintem szembe, van a véleményem, hogy valami farm. Szerű. Vagy valami raktár. De jó, komolyan. Ez brutál jó. Figyeld már, milyen izé busz. Ilyen fagyiskocsiszerű. Vagy ilyen postás autó. Tényleg megnézzük a belsejét. Be lehet szállni. Van ott hátra? Ne!
Hát ez nagyon jó. Hallod, polc, és ki tudod nyitni, és ebbe tudsz pakolni. Ez konkrétan ilyen mozgó bázisnak meg tudod csinálni. Franklin M620-as. Maximum hangerő, mi? Oh yeah. Ja, hogy a rádiót tudod kapcsolgatni. De viszont ezt tényleg meg tudod csinálni egy ilyen mozgó bázisnak. Itt azért vannak izgalmas dolgok. Egy ilyet megcsinálsz, mindig tankolod meg minden, és akkor oda mész vele, ahol akarsz. Akkor nem vagy helyezködve. Volt egy templom, basszus. Ez nem kicsi ez a map. Azt hittem, hogy egy ilyen nagyon pici lesz, de nem. Hú, itt van valami balhé. Egy ilyen karanténzóna, ahogy látom. Ott figyelj, izé is. Nyúzos kocsi. És ezek minden autót lehet használni. Meg ott egy izé is. Ott egy nagy kamion. Itt a... És ezt is lehet. Meg ide be tudsz szállni. Ó, és ugye tudsz olyat is csinálni, hogy tudsz mozgatni dolgokat. Tehát ez ilyen szekrényekkel, vagy valamivel, akármivel be tudod rendezni. Kiszállás. Hát ez... Nem tudom, ez rohadt jól meg van csinálva. Csak egyébként ez egy kicsit túl sötét az éjszaka. Hát lehet, hogy aludnom kell volna. Egy ilyen hordágyon, gyerekek. Orvosi hordágy. Mindig arra asszociálok, hogy ebben majd lesz ilyen fegyver, de nagyon nem akarja adni. Ó, van ilyen üze is, van ilyen terrautó. De lehet, hogy lehet valamilyen platót, vagy nem tudom, hogy a kraftolással nem tudnék csinálni valami kis pecót rá. Volt rengeteg üze van, rengeteg épület van, meg tök jó bejárható terület. Bocs, rácok, most tényleg az van, hogy egy kicsit így körülnézünk, így rácsodálkozunk a dolgokra. Ezt lehet, hogy akkor egy ilyen túlélős sorozatszerűt kellene valamit alkozni. Egyébként, na, azt hittem, hogy nem tud ugrani a karakterem. Ez megint nem valami bolt. De faszol. Ugye benézünk. Aha, ez egy izé. Ó, itt biztos, hogy lesz fegyver, gyerekek. Itt tudja, hogy lesz fegyver. Ó, szabályos munkapad. Figyeld már, miket lehet kraftolni. Faláncsa például, itt van, hogy mi kell hozzá. Farud és egy nehéz vágó. Faláncsa csavarhúzóval. Faláncsa harcikéssel. Tűj és lehet itt mindent is kraftolni. Ott egy evező, ezt elvettem. És ilyen, várjátok ezeket. Azt kellene csinálni, hogy weaponnek, mondjuk ezt a faevezőt tudnám használni. Ez lehet, hogy nagyobb a tűd, de itt nem hiszem el, hogy... Ó, figyeld már! Magazin, és hogyha azokat júzolod elvileg, akkor viszont az lesz, nem tudom, hogy hova rakta. A frisbe, ugye már érdemes megnézni. Ó, ott egy íj, figyeld! Van itt minden, mint a bucsúba gyerekek. Target, azt a targetet is tudod pakolgatni. Van óra! Ne, és működik. Jó, ugye gyorsabban múlik az idő nyilván. Ennyi, akkor kár volt mondjuk a másodperc mutatott berakni, elég kaotikus így. De látni, hogy 8 óra van. Hát ez nagyon... Javító pad. Ó, és tudod javítani a dolgaidat. Ó, ez nagyon frankó. Egy ilyen... Ú, mi a... Horgász zsinór. Nagyon beteg. Szerelékes doboz. Akkor lehet horgászni, srácok. Ebből... Éha. Jó van, bocsánat. És van egy számítógép, lehet, hogy lehetne júzolni, úgyhogy ezt lehet, hogy agyon kéne ütni. Kíváncsi vagyok. Aha, ennek nagyobb, jóval nagyobb a range-e, és kurva nagyot üt, hallod? Ez nagyon jó. Azt mondtam, hogy szara, ott is egy íj. Azt mondtam, hogy nem jó a... Közelharc, de jó a közelharc, hogyha jobb fegyvered van nyilván. Hát itt van minden. Baza, itt mindent átkutatni. Ez mi ez? Billentyű, ez a számít, használ. Fájlak. Error. Nem jó, nem működik. De egyébként gondolom, mivel ez egy ilyen 0.1-es alfa verzió. Aha, zárva van. Tök jó, hogy van kopogás. Nagyon, ez tetszik. Kicsit még nézelődni van a kedve a Keepernek. A templom is van, ugye? A grafika kicsit ilyen mosottas, nem tudom, lehet, hogy ilyen blur effektet vagy valami ki kellene kapcsolnom.
Lehet, hogy akkor egyen jobb lenne. Aha, és ez... Ez így konkrétan így be is tanulgatja őket. Ez, ugye ezzel lehet veretni. Tehát így megtorpannak, arra is vannak épületek. Mindjárt megnézzük a térképet. Várjál. Elvileg. Nézzünk egy térképet, kíváncsi vagyok. Itt jöttünk végig, meg a másik irányban is van egy ilyen nagyobb város. Meg ott az lesz a farm. Ott vannak a helyek. Meg ott van valami fönn, nézve valami gát, vagy valami. Meg erre is. Hát ez eléggé sok. Eléggé sok. Elég sok. Map. Taskok. Ja, hogy vannak izé taskok is a játékban, vagy még lehet, hogy nincsenek, de majd lesznek. Ez mi? Villanykapcsoló, szuper. Jöttetek, az üvegnek nincs valami jó effektje. De most belegondoltak, a Seven Days to Die is érted, hogy nézett ki annó. Ó, ez zárva van, baz. Ó, kell ide izé a zárfeltörés. Skill, lockpicking vagy valamit kell tanulni, mert ez így kevés lesz. Hát van bőve. Oh, yeah! Iskola buszmore. Várjál, itt be lehet menni hátul. Itt be lehet, de csomó rész itt is. Ez el van zárva ez a belső rész, és biztos azért, mert jól útok vannak. Hallod, azért ez tök jó. És ezt? Ez konkrétan jó, mert nem töltés nélkül be tudsz jönni. Figyelj, iskola busz. Az a baj, ezeket az üléseket nem lehet kivenni. Azért ezzel lehetne veretni, mi? Viszont tök sötétek azok a részek, ahol ilyen árnyékos. Érdekes. Ott meg van valami nagy raktár. Sőt, ott is van valami ipari létesítmény. Ott meg szerintem valami benzinkút. Tök változatosak a helyszínek. Tudom, hogy clickbaites volt a cím, de amikor még azt kitaláltam, akkor még nem is tudtam pontosan, hogy milyen lesz ez a játék, de úgy látom, hogy ez nem szar. Egyáltalán zárva van. Zárva van. Ó, zárva van. Zárva van. Zárva van. Minden zárva van. Hoppá, ez a raktár, ez zárva van, gyerekek. Aha. Meg semmi is itt van. Kapu is zárva van. Azt a betyár, mi van itt, bazze? Tehát, hogy be tudok ugrani, de ki tudok-e jönni? Az a kérdés, érted? Ó. Be lehet menni a budiba, bazze. Megőrülök. Mosakodás! Tároló megtöltés. A tároló megtöltés az mit? Bele kokkantunk? Ja nem, rendes tárolóként üzemel, beszorok. Keresés. Hát ha bele találunk valamit, akkor az gratulálok. És egyébként volt egy mosakodás. Ja, hogy piszkos. Oha! Bazene! Jaj, megmosakodtam az izébe. Buriba, aztán most meg ilyen izé fertőzésem van. Hát lehet, hogy nem a szarba kellett volna arcot mosni, mi? Jó, hogy nem fogat mostam benne. Ja, itt az ilyen ipari létesítmények. Csomó fajta kocsi van, tök jó. Itt is van egy ilyen. Ez tök élem. Ez egy ilyen autó, jó lehet kalandozni, mert tudsz pakolni bele. Egy csomót, meg igazából gondolom minden autóban, de neki van egy ilyen feelingje. Akkor még egy picit megyünk. Kicsit körülnézünk. 9 óra van, ott van fönt jobb oldalt óra egyébként. Ja, a fáradtságunk az megy föl. Erre még néha ránézek, mert itt nem nagyon tudom a dolgokat. A éhségünk, ennünk kell. Ja, nem, higiénikus vagy elkezdi. De hát azt gondolom, ha fölmegy, akkor lehet, hogy akkor lesz a fertőzésünk, vagy valami ilyesmi. Nézzünk egy izét. Iszunk egyet. Hidratált. Mondani, ott írja. Oké. Okay. És hogyha túl isszuk magunkat, túlzottan hidratált, látod? Akkor van egy ilyen, ezt erre gondoltam úgy az elején, mint hogyha írta volna ilyen túltibbe. Éhesek viszont vagyunk. És ezeket a macskakajákat, ezeket megesszük. Tök jó. Várjál is ezt, mit kell szépen, olvassuk el, és akkor a fegyverkezelésünk nőtt, ja, ez nagyon frankó, de érdekes, hogy ezt miért ide rakja, miért a kajához. Elég nehéz lett volna megtalálni, hogyha, mi ez, hogy kiüríti, más szagol. A szagol az miért jó? Lehet, hogy van, amikor izés? Romlott? Jól táplált. Szuper, jó, oké, minden szuper.
piszkosok vagyunk egy kicsit, nézzük mi ez. Mit tudom én, milyen road, person road. Megnézzük ezt a pedig, hogy ja, nekem ez túl ilyen mosott szar ez az egész, úgyhogy nézzünk már egy, lehet, hogy nem kéne mondjuk a videóbeállításokat kütyülni ilyenkor. Előre beállított látótávolság, éjsimítés. Azt hittem, hogy jön egy autó, komolyan mondom. Na milyen autó hang volt? Ja, ez csak egy zene. Tükröződés, textúra minőség, vizuális effektek, lombozat minősége, árnyékolás minősége. Hát vannak itt ilyen még advanced dolgok, ami három ki van kapcsolva. Ja, nem támogatott. Mozgás elmosódás, hát az például annyira nem akarom. Kötszórás, ezt a kötszórást, ezt, meg ezt a filmszemcsét lehet, hogy kikapcsolom, azt megnézzük milyen úgy. Lehet, hogy az ad neki egy ilyen fura effektet. Ja, viszont nem tudom, lehet, hogy a... Nem tudom mi miatt. Kicsit olyan fura. Kicsit ilyen nagyon mosottas a távoli dolgok. Amikor meg közel élsz, akkor meg tök jól néz ki. Ja, hát ez egy benzinkútnak... Nem, ez egy pláza? Mi a... Ja. Benzinkút is, és pláza is. Tudunk be inni, hallod? Ez hülye, figyeld. És meg is mérgeztük, ugye? Gyakorlatilag itt nincs appelláta, meg tudsz enni, inni mindent is, ha akarok. És ez is zárva van, de... megoldottuk. Ez tök jó. Ó, bazd meg! Belemész az üvegcserébe, aztán akkor már sebződsz is. Úgyhogy figyelni kell egy-két dologra, úgy látom. Hoppa, bekapcsoltam a riasztót. LOL! Hát néha vannak ilyen hangok, amik szerintem... Nem tudom, értem, hogy ezek még vannak lenni. Olyan, mintha menne ilyen repülő, vagy pedig autó. Júj, lakóautó! Nem hiszed ebbe az, de komolyan mondom. Így ebbe beszállom. Ha. De csáv, van itt egy csaj, aki nem örül nekünk. Nem kéne, hogy szétverje a lakóautót, mert meg akarom vizsgálni. Nem sok HP-ing van. Hú, egy ilyen lakóautóval azért el lehetne lenni, nem? Figyeld! És tűzhely, és ugye lehet használni a tűzhelyet, tudsz főzni. Hát ilyen lakóautó, ilyet kell szerezni gyerekek, azt ilyen el vagy. Szerintem, nem? Tök frankó. Ugye a szekrénybe tudsz pakolni. Tudsz esetleg bútorokat odébb pakolni, vagy... Ja, aztán nem lehet. Tévedtem, bocsánat. Ja, hát ez adja. Ó, hát ez nem is kicsi ez a map. Figyelj már! Igen, nem is tudom melyik Farmer Life-ba, vagy melyikbe van egy ilyen játékba. Farmer Dynasty, vagy nem is... Nem a Farmer Dynasty-ba, hanem egy másikba. Jó, van itt minden is. Figyelj, itt a temető. Meg még ráadásul, igen, eljöttünk. Innen eljöttünk ide, de még itt arra van bőven. Meg, kíváncsi lennék egyébként, hogyha a mapról kimegyünk, akkor mi történik. Úgyhogy lehet, hogy elmegyek addig. Ez egy ilyen ismerkedős rész, szóval most tudom, hogy szarrá kéne lootolnunk magunkat, meg mindent is csinálni, de most egyelőre nem azzal akarok foglalkozni, hanem meg akarok ismerkedni a játékra, és egyébként lett egy ilyen kék, vagy ilyen szürkés stílus a grafikának, de nem tudom mitől. Ilyen kicsit ilyen parafaktoros. Ott a távolban is van valami. Zubolni akartam gyerekek a izével, az evezővel. Azért összejött volna, akkor az ügyes lettem volna, nem? Zoomolni az evezővel, evezőlapáttal. Jó, hogy nem is tudom, mivel akarok zoomolni. Ez micsoda egy bunker? Szóval valami raktárépület, vagy garázs? Fel lehet menni a tetejére is. Ó, ez tök jó, ez egy ilyen raktárépület. Például egy ilyet tök jó be tudsz rendezni, érted? Ez is tök frankó. Tetejére föl lehet menni, aztán így a zombik ellen nagyjából védve vagy. Meg főleg, hogyha kikapcsolod ugye a... hogy tudják a blokkokat szétütni, akkor én konkrétan örök élet meg egy nap. Júj, azt hittem, hogy traktor. Egyébként még egy traktor lenne a játékban, az jó lenne. Innen leugorjak? Bírta. Na, itt a be...
Itt a benzinkút. Felütés egyébként 2 darab. Defaulton vagyunk, szóval nincsen itt izé átállítva, hogy könnyű legyen. Jó kis pick-upok vannak, régi fajta, új fajta. Amik nem futnak, azokat érdemes ott hagyni, úgy gondolom. Minek szórakozzak vele. Most egyelőre nem akarok így szétlutolni mindent. Tök jó kocsik vannak, komolyan. Rengeteg ház, lehet bőven lutolgatni. Meg lehet, hogy a térképen még tudsz márkolgatni is, nem? Nem tudsz? Nem tudom, csak hogy meg tudod nézni a dolgokat. Ugye, hogyha csapatba vagy, gruppa, akkor tudsz multiplayerbe játszani. Viszont az is egy tök nagy előny, hogy kapásból... Ó, szerintem tudom, miért ilyen furcsa... Ja, mert bevettük az összeset. Tudom, miért ilyen furcsa, ilyen kékes a szín. Azért, mert szerintem haldoklunk. És akkor ugye átvált egy ilyen fakóvá. Nem is tudom melyikbe, talán Daisybe vagy melyikbe volt egy ilyen effekt hasonló, hogy minél inkább kevesebb HP-d volt, annál inkább ilyen fakó lett a kép. Ez az épület is tök jó, hát ez igazából lutolásra vár, amit most nem csinálok meg. Viszont ott egy zászló, ott meg van benne valami. Hol vagyunk, gyerekek? Aha, itt van valami, nem tudom, tanya. Meg itt egy rohadt nagy parkoló, elmegyünk arra, mindenképpen megnézem. Aztán, hát valami, írjatok, hogy szerintetek egy sorozat legyen ebből. Szerintem egyébként jól meg van csinálva. A grafikával valamit próbálok tornászni, hogy nem tudom, hogy állítani rajta, mert ilyen a távolban, hogy ilyen mosottos, ez nekem enyhén nem tetszik. Na, elvileg arra még valami van, és kíváncsi vagyok, hogy hogy van a map széle megoldva. Mit tudom, hogy leesünk róla, vagy mit, lesz valami akadály, vagy bármi hasonló. Aha. Ez meg ilyen elektromos valami. Itt is egy ilyen nagy épület. More! És jó, hogy minden egyik megvan. Aha, a tűzoltóság. Tök jó, hogy minden egyik megvan, így el van nevezve, és hogyha odaérsz, akkor egy ki is írja, és akkor utána lokolja is például, tehát loketeli, hogy tud, hogy mégis hol vagy. Próbálom ezt kapcsolgatni, de nem nagyon van áram. Lehet, hogy le van nyomva az automata. Aha, ott van a izéje, ott van a HP az ajtónak, látod, szét tudja verni. Jó. Egyébként ez tök jó, mert miért ne? Na néha töltöget ilyen dolgokat. Például most mi nagyon megszenved, nem tudom, hogy miért. Valamit szerintem tölt a háttérben, mert eddig nem csinálta ezt az FPS dropot, de most nagyon csinálja. Egy kicsit zavaró, igen, tudom. Itt van valami nagy, rohadt nagy épület, még vagy parkoló. Ó, ez meg egy szerszámbolt vagy valami ilyesmi. Aha. Izéból gyerekek, minek nevezik? Mezőgazdaságból, ilyen szerszámból. Itt volt egy csomó magazin, amivel tudod húzni a skilljeidet. Egyébként az agilitásunk már 34, gondolom 100 a max. Hát itt megint van valami rohadt nagy épület együttes, nem is tudom ez mi. Hú, a gyerekek, ezt nagyon ajánlom, komolyan mondom, ezt nagyon ajánlom. Buszgarázs. Csak be van zárva minden is. De ugye van, tudunk lockpickelni. Hopsz, itt nyitva van egy ajtó. Hát ez egy buszgarázs, csak éppen busz nélkül. És talán rohadtul kíváncsi vagyok, mert már... Bazzen, nem hiszed el. Kiértünk a mapról. És még tovább tudok menni. Mert ott... Mi a pecsem, a gyerekek? Hallod? Kiérek a mapról, és még mindig vannak épületek. Akkor lehet, hogy még csak ennyit látunk az egészből, és még van tovább. Mondjuk azt teres ölleném, nem? Azért egy ilyen nagyon alfa verziós játék, egy ekkora mappal megáldva, meg ilyen részletességgel, azért az túl dicséretes lenne, túl jó lenne. Én nem tudom ezt elképzelni, szerintem itt mindjárt vagy meghalunk, vagy kiírja, hogy nem tudom, nem jó helyen járok, mi forduljak vissza, mert meg fogok halni, hát szerintem az is fog történni, mert itt nagyon gyanús nekem. Aha.
Nem hiszem el. Hát már figyelj, hol járok. És be lehet menni az erdőbe is. Konkrétan nincsen semmi akadály. Ne őrítsetek meg, gyerekek. Jó, hát itt szerintem kiérek a mapról konkrétan, nem tudom, le fogok esni. Vagy pedig meg fogok halni, vagy valami ilyesmi fog történni. Autóval kellett volna jönni, igen, tudom. Elmegy a francba ez a játék, hát már legyen vége a mapnak. Vagy valami legyen. Agilitás. Agilitásunk nagyon jó, mert rengeteget futunk. Azt írja ugye, hogy ez még ugye fejlesztés alatt jár ez a dolog, itt még folytatódni fog a terület, de szabadon be is járhatod, itt nem nagyon találsz semmit, de ugye meg tudod nézni, hogy esetleg hogy fog folytatódni, vagy ilyesmi. Szóval itt tényleg el fog folytni valószínűleg az út, meg ugye meg van csinálva mondjuk a, lehet, hogy a táj, még domborzat, de ugye még nincsen megcsinálva az, hogy épületek legyenek, vagy városok, vagy falvak, vagy bármi. Szóval hogy tudsz mászkálni, be tudod járni, de nem nagyon van értelme. És ez tök jó, hogy így kis finoman felhívta a figyelmünket. Nem az van, hogy nekiütközünk egy falnak, hogy nem tudom, lehet el tudsz menni végtelenig oda-vissza, de hát nem sok értelme lenne. Ez viszont ez tök jó, az dicséretes. Gyerekek, hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy szerintem, ha nem fogják beadni a fejlesztők a kulcsot ideje korán, akkor egy új Seven Days to Die és Project Zomboid keverékkel fogunk szembenézni rövidesen, meg igazából már most is, de még elképzelhető, hogy azért eléggé kezdetleges a játék, de egyébként van már content, szerintem tök jó el lehet vele lenni, főleg, hogyha multiplayerben haverokkal elkezdesz játszani. Hát kíváncsi vagyok, hogy a lélekvezés az mennyire, mennyire hatásos. Hát nem nagyon hatásos. Jó. Oké, gyerekek, írjátok meg, hogy szeretnétek el belőle sorozatot. Viszont ott mutat valamit a nyíl? Azt láttad, hogy ott mutat valamit a nyíl? És mit mutat az a nyíl? Amit így kijelölök? Oda mutat, látod? És akkor mondjuk jelöljünk egy időt. Nem, ott mutat valamit egy ilyen, látod? Ott. Fönt. Sehol máshol, ott. Arra. Pontosan arra. Amerre éppen nézek. Hogy ott valami van. És az érdekes, ez szerintem ez lesz, bazd. Figyeld, arra nézzünk, és szerintem ez a pont lesz. Mert arra körülbelül tőlem nagyon nincsen más. Jó, gyerekek, elbúcsúzom. Írjatok, hogy szerintetek legyen belőle. Mi a véleményetek a játékról, azt is. Én nagyon örülök, amikor egy ilyen címmel találkozok tényleg. Főleg egy olyan mezőnybe indulni nem annyira egyszerű, mint amik ugye vannak most már, nem tudom, Ark, meg Seven Days to Die, vagy pedig Rust. Azért, amikor egy ilyen mezőnybe próbálsz indulni egy hasonló játékkal, azért ott fel kell kötni a gatyát, és ott valóban olyan contentet kell bemutatni a játékosoknak, amivel ugye tudnák csábítani őket. Na, köszi szépen a figyelmet, jobb legyen, sziasztok!